Támadnak a vérszívók, már a városi parkokban is megjelentek a kullancsok. Húsvéti piknik, állatsimogató, játszósarok, kosaras körhinta és kézműves foglalkozás várta a családokat. Útmutató, új multimédiás tábla segíti Rieger Tibor koronázási palász című domborművének megismerését. A budai híradót látják 19 órakor, jó estét kívánok! Támadnak a vérszívók, már nem csak az erdőkben, de városi parkokban is megjelentek a kullancsok. Az élősködő súlyos betegségeket terjeszt, többek között Lyme-kort vagy agyvelőgyulladást is okozhat. A szakemberek azt kérik, hogy a szabadtéri séták után mindenki alaposan vizsgálja át magát, és a kullancsot talán magában mindenképpen távolítsa el. Apró vérszívók csípésükkel vírusos agyvelő és agyhártyagyulladást terjeszthetnek. A vérszívók tekintetében Magyarország közepesen fertőzött országnak számít. A márciustól szeptemberig tartó kullanc szezonban érdemes felkészülni a kullancs okozta csípésekre, ha valaki a természetben kirándul. Ám nem csak a természetben tartózkodóknak érdemes odafigyelniük a vérszívókra. A kullancsok ugyanis parkos-városi környezetben is megjelenhetnek. A kullancsok nem elsősorban magas fákról lesnek áldozatukra, sokkal inkább a sűrű aljnövényzetből támadhatnak. Védekezni ellenük egyszerű és könnyű, mondja dr. Dorofsiák Anna Mária gyermekorvos. Megfelelő öltözékkel, illetve minden nap este át kell vizsgálni a társunkat, gyerekünket, hogy nem mászott-e bele valahol a kullancs. A hajas fejbőrt, fülek tájékát, a nyakat mindenképpen meg kell nézni, és az öltözéknél érdemes a nadrágszárát nem szabadon hagyni, hanem beletűrni az okniba, a cipőbe. Ez egy nagyon lényeges dolog, és hogyha kullancsot találunk, akkor azt úgy ki kéne venni a bőrünkből, mert hogyha minél hamarabb a csípéstől számított, minél hamarabb időben eltávolítjuk, akkor annál kisebb az esélye annak, hogy megfertőz minket. A legtöbb fertőzés általában a szakszerűtlen eltávolításból fakad, ezért elengedhetetlen, hogy megfelelően eltávolítsuk bőrünkből a nem kívánatos élőlényt. Betegséget okozó anyag a kullancsnak a potrohába, a pocakjába van benne, és hogyha elkezdjük a kullancsot piszkálni, ingereljük, hogy leszorítjuk, forgatjuk, vagy nem kap levegőt, akkor minden egyes alkalommal bele üríti a váladékát a bőrünkbe, tehát ezáltal még előidézzük a fertőzést. Mikor úgy távolítjuk el, hogy a bőrhöz legközelebb eső részen megfogjuk, és egyszerűen kihúzzunk, nem baj, ha benne marad a feje. Azzal sokkal kevesebb kárt okozunk, mint hogyha benne hagyjuk a kullancsot a bőrünkbe. Hogyha a feje benne marad, akkor az időgentestként ki fog löködni hamarosan. A kullancs elleni védőoltást egy éves kortól kaphatják meg a gyerekek és azok a felnőttek, akik élnek ezzel a lehetőséggel és beoltatják magukat. Hazánkban már több évtizede forgalomban van kétféle oltóanyag a kullancs által terjesztett agyvelő és agyhártyagyulladás ellen. Ez a védőoltás nem véd a szintén kullancsok által terjesztett Lyme-kor ellen. A Lyme-kort az baktérium, egy borrelia baktérium okozza, ez meggyógyítható, észre kell venni, kell rá gondolni minden esetben. A kullancs által terjesztett agyvelő és agyhártyagyulladás pedig a kullancsok terjesztik, és ez ellen létezik védőoltás, amit egy éves kortól tudunk adni. Három oltással van meg az alapvédettség, és a három évenként egy emlékeztető oltást kell adni. Hogy ezt meddig kell adni, nekünk gyerekgyógyászoknak biztos, hogy a gyerekkor végéig, de utána még fiatal felnőtt korban is javasolt a további vakcináció. Fontos, hogy ne csak saját magunkat és hozzátartozóinkat, de kis kedvenceinket is alaposan átvizsgáljuk, ha húzamosabb ideig tartózkodunk a szabadban, hiszen a kullancsok nem csak az emberekre, de az állatokra is veszélyt jelenthetnek. Több százan vettek részt idén is a Momsport húsvéti piknikjén. A gyerekeket többek között állatsimogató, játszósarok, kosaras körhinta és kézműves foglalkozás várta. Foltost és testvérét Dagit igazán elkényeztették a gyerekek a Momsport húsvéti piknikjén. Ahogy a felvételen is látszik, az állatsimogató lakói jó ízűen falatoztak azokból a répákból, amiket a gyerekek adtak nekik. A szervezők idén is törekedtek arra, hogy kicsik és nagyok egyaránt megtalálják a számukra legideálisabb kikapcsolódást a húsvéti ünnepen. Van kis állatsimogató, hiszen ez mindig nagy sikert arat itt a gyerekek körében, van ugrálóvár, kézműves foglalkozások, és idén újdonságként népi játékokat is hoztunk. Van kosaras körhinta, illetve mocsárjáró, kígyótekergető,
tojásfestés, úgyhogy ilyen népi hagyományokat is tudnak a gyerekek kipróbálni. A kézműves tannál szinte végig teltház volt. Itt nem csak a gyerekek, de szüleik is megcsillogtathatták kreativitásukat, és szebbnél szebb húsvéti díszeket készíthettek. Hát az abszolút kedvenc az a hungarocell nyúl, amit ki lehet festeni, gyakorlatilag ilyen hurkapálcikára rárakják, és akkor kifestik. Vannak ilyen szemek is, rá lehet ragasztani, tök jó. Vannak ilyen kis cserepek is, és akkor ezt is ki lehet tömködni ilyen műfűvel, lehet bele tojásokat gyártani. Nagy Bettina háromszoros fit modell világbajnok családjával érkezett az eseményre. Unokahúgával, Sárival a legtöbb játékot kipróbálták, levezetésként pedig húsvéti díszeket készítettek. Sárival először is pingpongoztunk, próbáltuk megtanítani pingpongozni kisebb-nagyobb sikerrel, ugye? Aztán de ilyen tojásfestegetésben szerintem azért elég jók vagyunk, illetve beült a nyuszikhoz, beültünk, simogattuk, nagyon aranyos. Szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy idehozta a kis csibéket, kiskacsákat, nyulakat így a húsvét alkalmából, és nagyon jó kis szakszerűen van megcsinálva az egész rendezvény, szuperek a programok. Olivér és apukája már nem először vett részt a Momsport húsvéti piknikjén. Minden évben eljönnek, hiszen ahogy ők mondják, az ilyen alkalmak tipikus apa-fia napok. De mindig kipróbálunk mindent, amit van, megnézegetjük, hogy attól függően, hogy éppen melyik korban van ő, hogy melyik az, ami legjobban bejön. Mostani tényleg ez a traktor volt, ami a leginkább érdekelte, nyilván az állatsimogatást, a nyuszik, meg a csirkék, vagy ahogy ő hívja, a pulykák. De alapvetően az összeset végigpróbáltuk, úgyhogy szerintem egy tök jó rendezvény. Az ingyenes programra ezúttal is sok százan voltak kíváncsiak. A legtöbben még mindig a kerületből érkeznek, de egyre több azoknak a családoknak a száma is, akik Budapest más kerületeiből jönnek el, hogy egy kötetlen és vidám napot töltsenek együtt a családjukkal. Azt látjuk, hogy elhozzák tehát nagyon sok ismerős arc van, főleg kerületiek, és olyan családok is, akikkel találkozunk itt a saját foglalkozásainkon, az úszó tanodában, a gyerekek ide járnak sportolni, vagy valamilyen az iskolák által szervezett programba kapcsolódnak be, és azt látjuk, hogy a szülők elhozzák a barátaikat. Több családot látok, akik mondjuk ismerőseim, és tudom, hogy belpesti kerületből érkeztek éppen. Az előbb láttam, hogy a Nagy Bettina háromszoros világbajnok is itt van az édesanyjával és a testvérének a gyermekeivel, ők például a 7. kerületből érkeztek. A Momsportban legközelebb május 27-én a gyereknapi rendezvényen szórakozhatnak együtt ismét a hegyvidéki családok. Vádemelési javaslattal zárult a nyomozás annak a férfinek az ügyében, aki kirabolt egy dohányboltot a 3. kerületben, nem sokkal később pedig szintén Óbudán megpróbált kifosztani egy élelmiszerüzletet. A rabló a trafik eladóját késsel fenyegette meg, majd a kasszában lévő több százezer forintnyi bevétellel együtt elmenekült a helyszínről. Egy héttel később a férfi egy élelmiszerüzletbe is bement, és az ott dolgozó alkalmazottat is megfenyegette, de az eladó megnyomta a pánikgombot, így a rabló pénz nélkül menekült el. A rendőrök két nappal később fogták el a férfit, aki tettéért akár 10 éves börtönbüntetést is kaphat. További híreink következnek röviden. Mától már csak a felújított szerelvények járnak az M3-as metróvonalán. Tarlós István főpolgármester közölte, a kocsik rekonstrukciója a végéhez közeledik. A felújítást végző orosz cég összesen 222 kocsit hoz rendbe. A metrókocsik nem csak külsejükben változtak meg, de kényelmesebbek és biztonságosabbak is lettek, modernizálták a fékrendszert, és az utastájékoztató rendszer is megújult. Tarlós István elmondta, a szerelvények klímaberendezéseiről még folynak az egyeztetések a kötbér terhére. Az első felújított kocsikat 2017. márciusa óta használhatják az utasok az M3-as vonalán. Ősszel pedig az északi szakaszon az állomások felújítása is megkezdődött. Hamarosan indul a főváros egyik legjelentősebb képzőművészeti programsorozata, a Budapest Art Week. Április 17-e és 22-e között 72 helyszínen, 96 kiállítással és 90 képzőművészeti programmal, köztük tárlatvezetésekkel, workshopokkal találkozhatnak az érdeklődők. A fesztivált 3. éve rendezik meg azzal a céllal, hogy bemutassák Budapest képzőművészeti életének sokszínűségét. Az esemény évről évre egyre több látogatót vonz, tavaly már 15 000-en vettek részt a programokon.
Még 3 napig lehet átjelentkezni. Aki az április 8-ai országgyűlési választásokon nem az állandó lakóhelye szerinti címen szeretne szavazni, az április 6-a, vagyis péntek délután 4 óráig jelezheti ezt. Az átjelentkezést a választó lakcíme szerinti helyi választási irodánál postai úton, személyesen vagy online formában a választás.hu oldalon lehet kérni. A kérelemnek a személyes adatokon túl tartalmaznia kell annak a településnek a megjelölését, ahol az adott választópolgár szavazni szeretne. Karbantartási munkálatok kezdődnek a Libegőnél, ezért április 4-e üzemkezdettől április 13-a üzemzárásig nem közlekedik Zugliget és Jánoshegy között. Folytatódik a Klímabarát Esték programsorozat a hegyvidéken. Április 10-én 18 órától a zöld építészetről lesz szó a Barabás villában. Az érdeklődők egyebek mellett megismerhetik, milyenek az okos házak, és az is kiderül, hogy milyen a fenntartható vízhasználat. Az előadás ezúttal is ingyenes. Új multimédiás tábla segíti Rieger Tibor Koronázási Palász című domborművének megismerését. A Kossuth díjas művész alkotása az első kerületi Mária Magdolna romtemplomnál áll. Minden nap rengeteg turista csodálja meg. A tábla segítségével mostantól bárki megtudhatja néhány kattintással, hogy milyen üzenetek és szimbólumok jelennek meg a paláston. Kifarag valaha bennünket egészre. Ha nincs kemény vésünk, hogy magunkat vésne. Babits Mihálynak az alkalomhoz illő Pszichoanalízis Krisztiána című versét Török Máté dalénekes zenésítette meg, és ez volt az az ünnepre hangoló dal, amelyet húsvét másnapján hallottak az együtt ünneplők a Várnegyedben, a Kapisztrán téren. A budavári önkormányzat vendégei nem csak a megváltó feltámadását, hanem egy mű életének újabb lépését is ünnepelték, valamint a koronázási palástot domborműbe fogalmazó Rieger Tibor szobrász kitüntetését is. A nemrég Kossuth díjat átvevő művész azt mondta, neki a 91. Zsoltár adott erőt és talán ihletet is a munkájához. Amikor nagyon magam alatt voltam, akkor véletlenszerűen felütöttem a Bibliát, és pont ott ütöttem fel annál a oldalnál, hogy kezdtem olvasni, hogy és elküldöm hozzád angyalaimat, hogy védelmezzenek minden utadon, a kezüken hordoznak majd téged, nehogy kőbe botoljék a lábad. Hát azóta is úgy érzem, mintha ezek az angyalok a kezükön hordoznának, úgyhogy ez egy nagyon jó érzés, egy nagyon szerencsés embernek érzem magam. A szobrász nem csak szerencsés, hanem rendkívül lelkiismeretes és elhivatott. 4 éven keresztül alkotta a 64 figurát és hexameterekben megfogalmazott üzenetet hordozó palástot. El nem tudják képzelni, hogy a ma már alig-alig látható és kivehető koronázási palástból milyen hihetetlen sziszifuszi pontossággal és ihletettséggel lehet ezt így megmintázni, hogy sokkal jobban látjuk itt a részleteket, mintha valaki ma elmenne a Nemzeti Múzeumban és megnézni az eredeti koronázási palástot. És ahhoz, hogy látjuk a részleteket, az már egy jó ok arra, hogy meg is értsük, hogy mik vannak itt a részletekben, hogy mik ezek a feliratok, kik ezek az alakok. Az első kerület polgármestere ablakából látta, hogy a koronázási palástot nagyon sokan megnézik, fotózkodnak vele, tanakodnak a tartalmán, de az igazi üzenetét vélhetően nem értik. A magyar történelmet ismerők sem, és gyakran a magyarok sem látják, hogy ez a mű megfogalmazza azt a világrendet, amelyet 1000 éve elfogadtak a magyarok, és amely a történelmi Európa alapja is egyben. Milyen jó lenne nem elfelejteni az ősi törvényeket. Milyen jó lenne, hogyha értenénk és megélnénk mindazt, amit ez a palást üzen. Amit ez a palást üzen, ami mögöttem is látható, amit üzen a Szent Korona, amit üzennek Szent István intelmei, mindaz, ami megtartott bennünket magyarnak itt az elmúlt 1000 évben. A különleges, az ősi üzenetet egyedülállóan megfogalmazó mű megértéséhez mostantól egy információs tábla, egy modern digitális felület segíti az érdeklődőket, amelynek tartalma pontos magyarázatokkal és korrajzzal helyezi el a palást alakjait, a szöveges üzeneteket és az alkotóról is fontos információkat közöl. Az egyelőre csak magyar nyelven megfogalmazott magyarázó szöveget rövid időn belül több nyelven is olvashatják a turisták.
A budai híradót látták, adásunkat visszanézhetik weboldalunkon a www.hegyvidéktv.hu oldalon is. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!